itt most a tények fog... Ezért ezt a műsor tényeknek nevezni, az meg elég meredek, de tények plusz fog következni. Megkerestük, és nyilván szóra is bírtuk az ország legfurcsább influencereit. Mert sokuknál még csak azt sem lehet eldönteni, hogy direkt csinálják-e, vagy tényleg ilyenek. A trash-sel foglalkozik a TV2. Zseni, figyeljétek, ez nagyon jó lesz. Várj, és milyen idióta az, aki ezeknek pénzt küld? Mert amúgy az MC Isti is ebből él, de hogy az Istenbe, azt nem tudom, hogy ki az az ember, aki megnyitja ezeket a TikTok live-okat, és csúnyát fogok mondani, mindegy, hagyjuk. Ezeknek erre áll a amúgy, de tényleg, nem értem, ők azt hiszik, hogy ezzel irányítanak valakit? Vagy ez ilyen fétis? Vagy mi az Isten? Mert nem azért küldik a pénzt, hogy ez jó tartalom. Felkeresem Szabó András csuti tartalomgyártót, hogy tegyen rendet a fejekben. Ő fog rendet tenni a fejekben, na pont a csuti, azt a kurva. A tag arról lett híres, hogy focista feleség, úgymond. Most már így erről híres az ember, hogy a kulcsár volt neki a nője, de most már ugye GVM-mel járt, tehát azért ez... Ő biztosan ért a social médiához. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szakmai véleményt fog hozzárakni a csuti ehhez. A nagyon komoly diskurzushoz. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Széles a spektrum, hogy ki képes influálni, ki kevésbé képes influálni, kit miért követnek. Ha valaki komolyan veszi és csinálja ezt a szakmát, akkor abból akár egy jövedelmező vállalkozás is lehet. Az ott egy vállalkozó, látjátok? Én influencer vagyok, hát most itt van 700 ember, hogyha mondom, hogy írják be nulla, akkor beírják, hogy nulla. Az azt jelenti, hogy rávettem őket arra, hogy csináljanak meg valamit. Szóval akkor igazából influencer vagyok, mert influenceltem a gondolataikat. Ha meg tudsz győzni legalább 2 embert arra, hogy csináljanak meg valamit, akkor igazából már emberek többségét irányítottad, úgymond. Vagy hát ez nagyon-nagyon rosszul hangzik, de ja. Nekem ez inkább problémás amúgy, hogy fogyatékos embereken szórakoznak több tízezren amúgy a TikTokon, és ezt így a TV legitimizálja, ahelyett, hogy problematizálná. A Sodi halsütős videójánál nincs jobb. Én azt beleraknám. Esetem fordítani a halat, mert szétesik, hát omlós! Omlós, szétjön a hal, nem lehet megforgatni, nézd oda! Mert szétjön, ha úgy fogom ész onnan leszedni az ácsról. Jaj, én amúgy a Sanyikát tisztelem, esküszöm, Baruti Star TV, real talent. A Sherry Sherry Lady amúgy minden hangot eltalált szerintem. Sherry Sherry Lady, going to emotion. Csak az a baj, hogy ő alapból falszettóba beszél, nem tudom, hogy csinálja. Azt nézd, bátya. Amúgy hasonló testalkatom van, nem fogom fikázni, én is így nézek ki amúgy. Ez a nyári alkat amúgy. Endokrinológiában otthon vagyok, a sejbiológiában otthon vagyok, fizika-kémiában otthon vagyok, földrajzban jeles vagyok. Jeles? Egy 1v1-et nyomnék az Istivel Geogesszerbe amúgy. MC Isti Sneaker Tour. Eljött az idő. Én is üdvözlöm a nézőket, sziasztok! Na most... Pillőtted a pacek. Hello, jó a szemüveg. Köszönöm szépen. De te István, te autista vagy, István! Már nézi meg újra a készfogást. Na most... Pillőtted a pacek. Hello, jaj, így fogta meg a kezét a vadásnak. Ugye te nagyon elfoglalt vagy, azt kell tudni rólad, ugye? Világutazó, vándor? Vándor madár. Hát nem egészen így, de igen. Azt megkérdeztetem, hogy mi miatt nyüzsöksz, pezseksz? Hát voltak problémák a múlt. Menekül a Eszkár elől, vagy ki a faszom, Eszkóbár elől. Szeli Metkár, igen, köszönöm. Az elő menekül. Én amúgy próbáltam meggyőzni Balázs, hogy ne rakja ki amúgy. Nem sikerült, mint látjátok. Szerintem ez nem lesz egy jó videó. Majd, hogy a Balázsnak lehet, hogy jó, de szerintem az Istinek, nem tudom, hogy az Isti mennyire tud magáról amúgy, vagy hogy ő mikben van. Nagyon, Egész videóban. Fogják. Hát jó lehet ezen nevetni. Én is ezt sejtem, és remélem, hogy nem fogják azért annyira b***ni, de hát b***szom se tudja, ő is amúgy b***ogat mindenkit az interneten, valamilyen szinten megérdemli, csak szerintem elmebeteg vágod, egy elmebeteg embert nem szerepeltetnék, hogyha lenne egy bizniszem, mert ez az én bizniszemnek rosszat tesz. De ezt a Balázsnak is elmondtam, Balázs meg ugye annyit mondott, hogy ő mondjuk szerintem a Norina rosszabb. Mert az Isti ez egy ilyen mesemondó, és hogy ő rajta lehet nevetni, meg hogy ő neki a tartalmán lehet nevetni, és hogy nem annyira káros.
Most azt, hogy ezzel egyetértünk, vagy nem, szerintem azért az Istvánnak a tartalma elég káros, főleg, hogyha mondjuk gyerekek is nézik, meg eltanulnak tőle bármit, faszom tudja, ez nem egy jó dolog. Ez a Freebeat ismerős, robban a geng. Nekem nem, de ezt már hallgattuk amúgy, nekem nem ismerős se onnan. Bővebben elmondod hallgatni. Ja, konkrétan ugyanez a zene megy! Ez a PGT Team zenéje! Úristen, az megy a Balázs Kicks videó alatt! Ezt nem hiszem el! Mi füled van, bátya? Hogy ugye ott Gáspár Laci bebahézott, így ugye nem de adták jó fej a Laci. Nem bírod? Én nem tudom, én nekem nem annyira tetszik. Aha, összevívfelt a Lacival, a Gáspár Lacival, ajaj. Kettőjüknek összesen lehet, hogy amúgy van annyi IQ-juk, mint egy embernek, szóval el tudom képzelni, hogy ők így összevívfelnek. Bro, amúgy, mi ez a haircut? Most srácok, itt fikáztátok az én hajamat, de itt amúgy nem tudom, hogy a fodrász ez... Nem hiszem, hogy pénzt kért ezért. Vagy magának vágja? Magának vágja? Hát lehet, hogy elkúrt egy kicsit bátyja. Szerintem nem nagyon van boldogság. Relatív, mert hogyha például valakinek boldogságot okoz, hogy a hobbiát űzi, mondjuk kártyázik, pókerezik, vagy mit, live-okat néz, vagy valami, de hogyha vége van a live-nak, akkor elmúlik a boldogság. Átérzem. Ahogy vége a live-nak, mindig én is, nekem is szomorú leszek. Ez eddig a legfinomabb üdítő, amit ívott. De... Ez a biggest cap, amúgy. Most nagyon bennem van, hogy megkóstoljam, mert amúgy itt van. Most, hogy ezt mondta, de nem. Én tartogatni akarom a kóstolós streamhez. Nem. 18-ára szerintem minden ide fog érni. Még a Barninak az üdítője várjuk, meg a Viszpertonét várjuk. És valaki, az egyik nézőn, mondta, hogy neki van még Radics Peti söre. Egyetlen egy probléma az, hogy amúgy tavaly novemberben lejárt. Te teljes mértékben mindenkivel elfogadó vagy. Igen, nyilván. Ezt láttuk a TikTokon. Hú, hallod, ez jó. Ez tényleg, ez... Én még... Várjál még egy kortyot. Ez fajn, ajánlom mindenkinek, srácok. Én még... És most mondaná Balázs, hogy István, amúgy belepisíltem, István. Norbertu mikor jár ilyen helyeken? Mikor iszza meg a Norbertu az Zordot? Amúgy igen. Még ne akarjatok Zordot rendelni, mondom. Minden üdítő meg fog jönni, tírlisztelni fogjuk streambe. Nem csak üdítők vannak amúgy. Itt kedves Fekete Miklós is küldött nekünk amúgy szószt, barbecue szószt, meg ilyen erős chili szószt, az is meg lesz kóstolva, minden meg lesz kóstolva, amit influencerek gyártottak, és olyan dolgok is vannak, amiket nem lehet megkóstolni. Most mutatok egyet például, állják. Ez is merchnek mondható, és szerintem amúgy még hasznos is. Oh my god! Pistike, Jóska, Feri, Tibi, Laci, Zoli átment, és én legyek a, mit tudom, 28. 29. paciens. Hát igen, ezeket 16 évesekre rámenni, Isti. Annak mindig jó vége van általában. Miért egy 40 éves szűznőt szeretne amúgy, vagy ez hogyan gondolta? Most az, hogy ő neki nincsen tapasztalata 40 év alatt, az a saját egyéni szociális problémája. Most ezt ezzel annyira nem verném le a nőkön, hogy most úristen, minden nő egy azért, mert meg előttem. Tehát István lehet szűz még, amúgy lehet. Szandra, nem akarod megkóstolni az Zordot helyettem? Mert én tartogatnám magamat a kis videóra. De itt nagyon, az MC-t is mondta, hogy nagyon finom. Már tűjükön ülök. Bonts meg egyet, kóstold meg, és mondd be nekem, hogy milyen. Ez szerintem nagyon rossz lesz. Muti. Az van ráírva, hogy mango, marakuja, citrom és lime. Rapid hydration. Nagyon gyorsan meg lehet inni. Most beleívott. Nagyon jó. Nem. Ez nagyon jó, chat, ez nagyon jó, vegyétek. Nem úgy tűnt az arc kifejezése, mint hogyha jó lenne. Figyelj, én speciál nem szeretem a mangót. Szerintem nem rossz amúgy, tehát meg lehet inni, de én nem szeretem a mangót. Zero cukor nagyon rossz mindenben egyszerűen. Persze amúgy én azt mondom, hogy ilyen édesítőszerek helyett sokkal inkább rakhatnának bele mondjuk kokaint. Mert régen azt tettek a Coca-Colába, és mindenki boldog volt tőle. Én ezt visszahoznám, de kinek mi? Na és hát el is érkeztünk az egyik kedvenc részem ez a videóba. Ugye te MC Isti vagy, és ha jól tudom, az MC ugye a rapper szakmából ered. Igen. És egy játékom lenne. A játék pedig az lenne, hogy berakunk egy alapot, amit ugye nyilván te nem hallottál, egy rap alapot, egy beatet, és rá kéne nyomdod valami freestyle-t. Ez nagyon jó lesz. Úgy mondjátok, hogy ugyanaz a beat lesz, mint ami egész eddig ment. Sziasztok! Itt vagyunk kint Athénba, Balázs Kicks, a király és a haverja. Olyan emberek vannak, akiknek letörekvőben van a csillaga, mint Azaria. Dancsó Péter, aki az embereket csúfolja, és ezzel saját magát lehúzza.
Vannak még itt emberek a szakmában, akiknek már nincs helye a médiában, mint a dal. Hallod, amúgy már majdnem kiadja a rímeket, esküszöm, hogy amúgy a ChatGPT szintet már lehet, hogy hozza. Csó Péter, aki semmit se csinált, csak embereket égetett le. De mondom a többit, figyeljetek, mert nem lőttem el még az összes töltényt. Itt van a következő, Lil G, aki a TikTokon kordulja a pénzt, és már nincsen zenéje. Istikém, te nézsz már tükörbe amúgy? Just asking. Az Azariának pedig a koncertjegye visszakerült az eladó irodába. Ez a magyarok átka. Micsoda! Na ez. Wow. Ez jó lesz, Jani. Ez, tesóm, ez komoly volt. Ez komoly volt. Mic drop, itt tényleg, halljátok, nem fogadott hívásom volt. Na, csáó. Mi a helyzet? Nézted a streamet? Leraktam. Nagyon hallak. Na, hallott? Csak láttam, tesó, most streamben van? Aha, ja. Őszintén, mi a véleményed erről az MC-s és sneaker túrral? Ugye, hogy semmilyen szempontból nem volt megalázó? Hát... Maga az interjú amúgy nem. Tudom, hogy aki a cseten van, az engem nem szeret, de azt nem lehet mondani, hogy mi bármilyen módon megaláztuk volna. Megalázónak nem mondanám annyira, de... Hát a kérdések egy kicsit mondjuk, hogy a nőkkel hogy van, mondjuk azt mástalan viszont, hogy megkérdezed így. Megkérdezem akkor a kövi embertől, hogyha ez a stájsz. Na figyelj, viszont... Majd kóstold már meg az üdítőt, te soha azt is láttam meg. Barátnőm, megkóstoltam. Legyetek szerencsések, legyetek sokáig együtt. Nem üzletni ki annyira, de finom egyébként. Na majd a spanyaim is megkóstolják, én meg majd az ízés streambe fogom, tillistesbe. De jó, volt tesóm az énekes madaras kérdés is, hogy melyik a kedvenc énekes madarat, tesó, azt is a kakukkolás miatt kérdezted meg tőle. Nem, ezt azért kérdeztem meg, mert átkötöttünk az Azariára. Abba a videóba, ahol mondja, fikázza az énekes madarakat, az, ami az egész kontextusba bele lett rakva az Azaria klipjébe. És innen jött ez az egész énekes madaras sztori. Ja, írják is a cseten, hogy vonyít a madár meg csiripe. És szeretnél még más trash embereket is elhívni a műsorodba amúgy? Ha megnézed, Magyar Péter, Szijjártó Péter, Majka, stb. Egy trash ember volt eddig nálunk valaha, egy éve pont köbö, az Alekosz. Most egy év után volt még egy, szóval valahol ezt azért balanszba lehet tartani. De szerintem nyilván néha, szerintem pont, hogy az István ebben értelmesebb volt, mint a TikTokokban. Amúgy igen, szerintem is. Az real. De kommentben is írják, hogy egy sokkal értelmesebb arcát is meg tudják mutatni. Nem olyan kontextusban lett beállítva azért szerintem, hogy még rosszabb, mint a TikTokban, nem pont, hogy inkább jobb. Hát ja, csak nem tudom, én szerintem nagyon generic kérdéseket tettetek föl neki, így a cipőkről nagyjából ló. Nem volt, nem nagyon érdeklődött. Mi kérdeznél tőle? Én semmit, én nem hívtam volna a műsorba. Jó, de hogyha már én elhívtam, de mit kérdeztél volna? A generic question-ök voltak. Hát figyelj, amúgy, amiket a végén kérdeztél, azok mondjuk egészen okések voltak, hogy milyen jövőt akar magának, vagy egy kicsit jobban meg lehetett ismerni az ő lelki világát, azt mondjuk adom. NPC voltam? Egy kicsit. csak a szoki. Jó, egy kicsit. Figyelj, még így streamben, még nagyon sokan kérdezik, hogy most akkor ugye szétfinktáltok az Airbnb-t, vagy nem? Ennek tegyél pontot a végére. Ezt ha nálad mondom el, akkor az neked lesz nagyon nagy klip. Nem is voltunk, de soha nálad. Ja, meg. Hát akkor rip. Akkor csak kitalálta. Az öreg Kancsó Péter kidobta Balázs Kixes MC Istis videót előttem, ami elég szomorú. Lehet, hogy tudunk hozzáadni valamit ahhoz a videóhoz esetleg. Az egy női napszemüveg amúgy, megnéztük, fönn van az interneten ez a napszemüveg, ott van, Women's Rimless Side Glitter Trim Oversize 90S Butterfly Sunglasses. Not bad amúgy, not bad. De az egész videóból pont az jött át, hogy még az MC Isti is magasabb szinten van értelmileg, mint ez a Maugli gyerek. Az mondjuk elég erős. Az kicsit erősnek tartom ezt az állítást, de amúgy, vágod, annyit nem trollkodtak vele. Mert hogy most ez a Dancsó azt mondja, de annyira sokat nem trollkodtak szerintem vele az interjú során, hogy mármint, hogy szerintem több olyan kérdés volt, ami inkább ilyen generic kérdés volt, és jobban megismertük tőle az Istit, mint sem trollkodás.
De hogyha azért hívod meg a saját műsorodba, hogy tresselj rajta, és még reklámozod vele a saját szarodat is, akkor az nem túl korrekt. Bro, a Dancsó beszél a korrektségről, ember. Az MC-isti jelenségnek szerintem 70% a Dancsónak köszönhető. És ezt most no joke mondom. Nagyjából ő kezdte el tresselni. De nagyjából minden videójában van legalább egy-kettő MC-isti bevágás. MC Isti. Hova menekül az éhes MC Isti? MC Isti is a 200.000 forintos TikTok adomány. Miskolc császár lenne minden játszik. MC Isti irigylet az Apple Vision Pro-mra. MC Isti legkomolyabb utazása és az Azaria. Felültünk a sugárhajtású repülőre MC Istivel. Meghallgattam MC Isti CD minőségű zeneit a milliómos negyedből. Hát ez a 10. videója az MC Istiről, vagy a 9. Azt problematizálja, hogy a Balázs trollkodik. Hát ezért az a hangnemű videó, amiket én csináltam a Hörbéről, az nem ugyanaz, mint amit a Dancsó csinál. Dancsó az nagyon-nagyon ritkán fogalmaz meg valódi véleményt, meg kritikát. Nagyon sokszor inkább csak személyeskedik, meg szatíraként helyezi bele poénosan a videóba a dolgokat. Dancsó Péter, aki az embereket csúfolja, és ezzel saját magát lehúzza. Wow! És még itt az MC Isti is mondta, hogy ő csúfolva volt a Dancsó által. Tehát akkor igazából minden igaz, amit mondtam itt az előbb. A videó felvétele után Isti nekiállt live-ozni, és elmesélte, hogy hogyan is viselkedtek vele igazából ezek a nokedlik. Megjelentek ezek a Balázsék, elkezdett nekem ott magyarázni, hogy figyelj már, szia István! Hallott, te homoszexuális vagy, te férfiakat szereted? Akkor te autista vagy, nem? Autista vagy? Megcsináltuk a riportot, rendben van. Akkor nem úgy viselkedett, mert ugye az üzlet. Erre elkezdik, hogy de nekünk nincsen szállásunk, fogadj már be minket. Tehát szállást adtam nekik, átadtam nekik az ágyat, utána összefinkták. Elkezdtek fingani. Engem az utóbbi hetekben csak az foglalkoztatott, hogy tényleg telefinkták-e a Balas Kikszék az MC Isti ágyát. Haverja fingott össze. Isti reklámozta az üdítőjüket, befogadta őket, és ezek után volt képük belefingani az ágyába. Sok mindenről kamuzott már az Isti, de azért kétlem, hogy egy ilyet magától kitalálna. Na most amúgy nem tudom, hogy Dancsó miért hiszi azt, hogy MC Isti nem hazudna egy ilyen dologról, amivel már nagyon sok mindenről hazudott nekünk. Viszont Balázs elmondta nekem egy másik telefonhívásban, ami nem a streamben volt, hogy az epizód előtt megkérték arra, hogy szítsa egy kicsit a tüzet az Isti, és valószínűleg ez volt az, ami egy kicsit elfajult, mivel hype-ot akart generálni ennek az egésznek, és ebből lett ez a fingós sztori. És ezután a sztori után az internet népe átnevezte Balas Kikszet Balas Fingsra. Figyelj, legyen ez igaz, legyen ez nem igaz, tök mindegy. Nekem azt mondta Balázs, hogy ez nem igaz, ez nem történt, meg nem is voltak nála egyáltalán, nem mentek oda az Airbnb-be. Miért mentek volna oda amúgy? Biztosan volt saját szállásuk. Nem is ez a lényeg, csak hogy ezt nem kellett volna kirakni a saját érdekében, az üzlete érdekében, meg amúgy az Istinek az érdekében sem, szerintem. Ettől függetlenül szerintem nem volt ez annyira méltatlan, mint amennyire beállítja a Dancsó. Rosszul érzem magam én is, hogyha az MC Istit kell nézem, ezt nem is foglalkoztam vele egész eddig, mert úgy voltam vele, hogy trash, milyen fasznak foglalkozzak vele. De hát ugye Dancsó Péter az valósággá tette ezt a trash-t valamilyen szinten, mert most már olyan szinten van az István, hogy meg tud élni ebből, és ebben a Dancsó kurva sokat segített neki szerintem. Az meg, hogy valaki ebből meg tud élni, megalázza saját magát az interneten, az meg nem feltétlen jó dolog. Én alapból nem adnék nyilvánosságot egy ilyen embernek ilyen szinten, hogy elhívom a műsoromba, de még olyan szinten sem, hogy ennyi videót csinálják róla, mint a Dancsó. Tehát most számoltuk meg 9 videót csinált róla a Dancsó eddig. Dancsó ezt csinált a videóinfoj, meg Irénkével is. Ja, amúgy a Dancsó az nagyon meg szokta milkelni ezeket a trash-eket eléggé. Eléggé kitejeli belőle a kitejelhetőt. Hát igen, ebből az derült ki amúgy nagyjából, hogy a Dancsó az jobban utálja Balázs Kikszet, mint az MC Istit, mert úgy gondolja, hogy a Balázst azt nem van miért utálni, vagy nem tudom igazából. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.